A lehetőségek napja volt sokak számára a szerda a Nyíregyházi Continental Arénában. A keletállásbörze egyfajta randevú volt a munkát kínálók és keresők között. Bár utóbbiak száma jelentősen csökkent az elmúlt években, ma is mintegy 2200-an vannak állás nélkül a városban. A szakképzés és szakmunka egyre jobban felértékelődött. Szakképzett munkavállalóból ugyanis jelentős hiány van. Ezek a rendezvények arra mutatnak rá, hová érdemes elmenni a fiataloknak tanulni, hogy érdemes egy életen át való képzéssel új szakmát szerezni, és ugye ebbe az országban jelen pillanatban a szakember az egyik legnagyobb kincs. És én úgy gondolom, hogy a munkáltatók pedig meg tudják mutatni nekik, milyen szakember szükségletük van, milyen jövőképet tudnak kínálni, és miért érdemes az elsődleges munkaerőpiacról megtalálni a boldogulását egy-egy családfőnek, vagy egy-egy édesanyának. Én úgy gondolom, ez egy csodálatos helyzet, hogy nekünk ilyen problémáink vannak, hogy összekössük a munkavilágát, a munkáltatók és a munkavállalók szempontjából, de ezt koordinálni, ebben részt vállalni és ezt a felelősséget megkapni egy csodálatos lehetőség a Jóistentől, és nekünk ebben kell sikerre vinni a dolgainkat. Ahogy standokból, úgy érdeklődőkből sem volt hiány. Nem csak fiatalok, középkorúak is érkeztek, sokan sokféle munkát kerestek. Ez a tiszalöki lány például titkárnői állást szeretett volna találni. Már majdnem mindegyik céget végigjártam, valamelyik kecsegtető ajánlatokat adott, de van, amelyik mondta, hogy inkább csak nézek szét a honlapunkon. Mindegyik adott elérhetőséget, életrajzot is adtam már le, de ezeket majd inkább otthon fogom átnézni. Ahogy nála, úgy másoknál is fő szempont az álláskeresés során a lakóhelytől való távolság és a fizetés. Sokan konkrét cégeket keresnek az ilyen rendezvényeken, vannak viszont, akik csak tájékozódnak és abban bíznak, hogy iránymutatást kapnak. Ebben is segítségükre lehet egy tanácsadó vagy coach. Általában önbizalom és önismeret az, amire nagyon sok álláskeresőnek szüksége van, hiszen akár rövidebb, akár hosszabb ideje munkanélkül vannak, akkor azért az önismeret és az önbizalom az megtörik, illetve nagyon sok esetben egy önéletrajznak az átfésülése az, amiben tanácsokat tudok itt adni, vagy az állásinterjúra való felkészülésben. Munkahelyteremtő beruházások jelenleg is zajlanak Nyíregyházán. Legutóbb a Sóstón épülő új hotel hirdetett állásokat, hamarosan pedig elkészül az Eisman új csarnoka, ahol szintén szükség lesz munkaerő felvételre. A helyben egyik legnagyobb foglalkoztatónál, a Legónál pedig néhány év múlva már akár 4000-en is dolgozhatnak. Emellett egy ipari park továbbfejlesztési projekt is zajlik, itt is százas nagyságrendben lehetnek majd új munkahelyek.